Sziasztok, itt Amur és az Agrarian Skies végjátszás talán 15. epizódja. Mindig talánnal kezdem, mert igazából nem vagyok képben, szerintem nem is annyira fontos, hogy hanyadik rész. Az a lényeg, hogy legközelebb is, legutóbb ott hagytuk abba, hogy elegendő mennyiségű speciális téglát kell még kiégetnem az acélgyártáshoz. Azt nem láttátok végül, mert azt már a videó leállítása után oldottam meg, hogy nem csak arról szólt a dolog, hogy beledobáltam a követ, és kiégett, tényleg akkor már dolgoztassuk meg a kemencét, hanem én azt hittem, hogy a casting basinbe kell kiönteni a követ, és akkor rögtön meg lesz nekünk, amire szükségünk van, az olvasztott kő. Nem, ez nem így működik, hanem a kiolvasztott téglákat, amiket viszont sima agyagból olvasztunk ki, azokat ide rakjuk a casting table-re, az ingot forma helyére, és egy minimálisat mindig ráinged az olvasztott kőből, és akkor alakul ki ez a speciális source brick, és ebből fogjuk tudni megépíteni a mi high ovenünket, illetve a hozzá szükséges alkatrészeket. Tehát ez egy teljesen hasonló építmény, mint a Tinkers-es olvasztó, csak ebben acélt tudunk készíteni. Ez van jó pár cucc még, ami kell. Az acélhoz, ha jól emlékszem, konkrétan elő van írva, hogy vöröskövet, homokot és puskaport kell betenni. Az egyik oxidálás, amint megvan magyarázva a Tinkers-es könyv, hogy mi miért kell bele, és mindegyikből használ valamennyit, amikor kiolvasztja, és természetesen vas ingotot kell berakni. A felfűtéséhez pedig azt hiszem faszén szükséges, valamint kell adnia egy resztónjelet is kell neki adni. Nos, ez még mindig lusta voltam egy harmadik pulverizert lepakolni, és akkor itt teljesen automatizálva lenne most már tényleg az alapanyag. Ez is lassan kezd megtelni, és természetesen ilyen hulladékokkal, mint limestone meg flint, amiből hirdetlen mennyisége van, mondjuk ezt a szerdoszvarcot annyira nem bánom, hogy sok van, mert majd az M-rendszerhez bőven kell majd a kvarc. Sőt, igazából a jelóriumt azból lehetne inkább ilyen mennyiség. Azt a mindent, Crushed Iron Ore. Na, ezeket csak azért is összeillesztem, hogy egyrészt ne foglalja itt a helyet, másrészt pedig mindig a vas a legszűkebb keresztmetszet, az nagyon hamar el tud kopni. Így, na ebből mennyi lesz? 48. Ezt a szétütni még lehetne tovább finomítani a dolgot, de nincs kedvem 48-at szétütni, ez majd így szép lassan bemegy a kemencébe. Még mindig jobb, mint a gravel. Bár említek azt hiszem ugyanannyit. De nézzük azt a questbookot, és állítsuk össze ezt a high event valahova. Jó kérdés, hogy hova, de szerintem ennyi helyit neki elég lesz, hogy csinálunk ide szlabokat. Hát igazából két okból raktam lesz labot, egyrészt azért szebb, mint ez a cobblestone, másrészt ezen nem spawnolnak a mobok, ezt szerintem legutóbb megbeszéltük. Térmódról is el kellene nézni, egy kis XP gyűjteni. Azt is majd meg kell majd bővítenem egy kicsit, mert igazából olyan hülyén csináltam meg, hogy az egyik irányba igen csak hátrafele, tehát itt mentem fel, itt csináltam a feljelentést, és erre az oldalra felénk nem bővítettem ki eléggé, holott ott két spawn helyet is csinálhattam volna. Igen, nincs hangunk. Lehet le van véve. Jó. Nem kell túl sok, ennyi igazából elég is. Valaki lövöldöz ránk, nem baj. Ez ilyen... Most már elértünk arra a szintre, hál' Istennek az Agrarian Skies-nál is, hogy egyszerre 20 fele dolgot tudnék csinálni. És szoktam is. Egyikbe belekezdek, amúgy is erről híres Amur. Ugye? Mindenbe belekezdek, ott még van valaki, ott még látok valakit. Na gyere haver, arra már senki. Na menjünk be, ha csak egy valaki van. Ennyi út mese volt. Hát ez a baj, hogy cuccok az oké. Megint tele vagyunk cuccokkal, hát zombihús helyett akkor inkább a csonti legyen. Fentre nem, viszont nem kellene most felmenni, mert talán megint be kell menni kipakolni a cuccokat, hát macerás. És igazából megint nem azt csinálom. Na, ezt nem tudom, hogy mondtam-e, hogyha ugyebben a bal klikkel learatjátok, akkor vissza kell ültetni, viszont ha jobb klikkelünk, ezt nem tudom melyik mód csinálja, talán van még 3 eszteres kütyű, ha jobb klikkelünk, akkor rögtön vissza is ültet. Jó, ez csak azért, hogy na, csak legyen hely mindig.
Mindig az a probléma, hogy nincs elég helyem. Most annyit szedtem fel, csak magas tucat? Jó van. Oké. Ez viszont így jócsány kevés hely lesz, fiúk. Ez így jócsány kevés hely lesz. Valahol vannak ilyen broken orrok itt. Hát igen, csak már full. Akkor nincs más hátra, mint hogy az olvasztó kemencébe reménykedjünk, hogy a réz már kiolvadt, igen. És akkor még egy adag cuccot ide berakunk. Helyes. Ez nickel. Az ironnal az nem jó. A tinnel azt a kettőt nyugaton olvasztatja, annyival több helyünk van. Na, hát ez a sérülbírásra igazán van szükségünk. Lökjük ki ide. Jó, itt is már annyi szemét van, atya úristen. Oké. Kezdjünk bele a questbe végre, hiszen ez lett volna a cél. Igen, pár szlebet akartam még ide csinálni, hogy le legyen fedve a terület, és akkor ide építsük meg a High Oven-t. Hát ilyen szlebünk van is, ebből a szlebből meg akkor tudunk csinálni, ha majd craft asztalt találunk, már pedig jó, fomá minden sarokra raktunk, úgyhogy annak se kéne, hogy probléma legyen. Head slab, hát legyen 12 slab. Így, meg így, na ezt csak itt hagytam, ezt az erót. Tudtam, hogy van ott még valami nem nekünk való. Legutóbb úgy jártam, hogy igen, azt a legszélső sávot azt elfelejtettem végig fákezni, és mire visszajöttem ide, három vagy négy szemtelen creeper fogadott. Aztán hál' Istennek időben észrevettem, és gond nélkül megszabadultam a fejüktől. Hát ez ennyi volt? Nem tudom, sok szlap volt, mit mondjak. Ezt, megint ezt kellett volna inkább műsoridon kívül csinálni. És tudnék még ezzel dolgot mondani, amit meg műsoridon kellett volna csinálni. Hoppá. Ja, hát nem csináltuk meg mindent, amit akartunk. Aha. Mert például, hogy öntöm ki ezt a sourced bricket, azt viszont jó lett volna megmutatni. Mindegy, hát ha kell meg, és akkor meglátjuk azt is. Oké. Jó. Na hát igazából túl sok hely nem kell hozzá. Szerintem. A kraftoláshoz viszont szerintem kell kraftasztal. Pláne, hogy itt hiába nézem meg, csak azt látom, hogy mi kell. Steel Power és Light. És szerintem itt lesz igen, amiben belekezdtünk. Kell High Oven Controller, Source Drain, Source Brick és Source Duct. Na. Ehhez viszont szerintem kell, és utána kapunk hozzá, hál' Istennek, Shorts Bricket, amivel be tudjuk fejezni szerintem. Á, jó van, bizony, azzal a 20-szal tuti, tehát az a már jó. Hogy csináltunk egy szekér téglát, nem baj, nem baj. 8 magasba lehet építeni, és akkor egyszerre többet tud a vasból felhasználni. Úgyhogy vasra szükségünk lesz bőven, hogyha acélot akarunk gyártani. Tehát mindig a vasra szűkeredsz, mert az agráriumba, ahogy észrevettem, és a vöröskő, ha nem figyelünk oda rá. Úgyhogy ez hagy termelődjön. Én a lávát hittem, hogy gond lesz, de ez a lávagyártási módszer, ez kifejezetten eredményes, és igazából még mindig csak 1, 2, 3, 4 crucible van. Ha az eredeti elképzelésemhez ragaszkodok és csinálok, hogy 15-26, hát akkor itt hordószámra állna már a láva. Hát így is a másikban is van még, és ebbe is már közel 160 vödör, de szerintem innen elfogyott a kő bizony. Tehát ezen meg könnyen tudunk segíteni, csak ezt megint olyan tudok, hogy... Na mindegy. Nem most kellene, pláne, hogy eléggé tele vagyunk, és nem sokat tudok átvinni. Ez úgy lenne jó, hogy szinte üresen vagyok. Így nem lesz lávagyártás, ha nincs miből. De azért nem semmi, hogy majdnem egy komplett láda követ felhasznált. Elég szapora. Na jó. Akkor kellene nekünk a másik könyv, ami szintén nálunk van, ahol konkrétan megmutatja, mert az egyikben nem vagyok biztos az egyik. Ez a Deep Tank, ez meg alá jó, akkor oké. High One Controller, 24 Short Brickkel, és 20-at fogunk kapni a quest miatt, akkor még 4-et kell ez jártani, jó. Short Drains és Short Duct, és egy Facet. Oké. Oxidizer, egyebek, Gunpowder. Igen, ezek az oxidizerek, ebből a gunpowder kell lesz nekünk az acélhoz. Vannak reducers, ebből a redstone kell nekünk, és a purifiers, ehhez pedig a sand kell. A grievers, nem tudom, azt is ott kapunk egyébként, az valami más.
anyagnak a gyártásához kell lesz. Tehát ez a steel, itt mutatja is, hogy a gunpowder, a redstone és a sand, és új lesz a célunk. Ez a pig iron, aha, ehhez kell akkor cukor, meg csontliszt, meg ez a hús, akármicsoda. Nether quartzhoz pedig megint más kell, aha. Ezeket tudjuk itt a Schwarz Brick, csak engem megtévesztett, hogy ez úgy tűnt, mint hogyha ez a basin, de nem. Tehát a casting table-ön kell kiönteni, úgyhogy vagy a bricks-re, vagy a brickre öntjük rá az olvasztott követ. De nekünk jobb volt, hogyha a kis téglákat ad, hiszen nekünk meg kell csinálni a high one controller-t, azt tudom, hogy kell, high one drain, azt is tudjuk, és akkor ez a high one duct. Aha, azzal adagoljuk bele, tehát itt beleadagolni is lehet a cuccot, valószínűsítem, ez a deep tanknak a kontrollere. Oké. Clean stainless shirt lesz is jó, ez pedig a tankhoz alá, de szerintem egyenlőre még erre nem lesz szükségünk, olyan mennyiséget még nem fogunk tudni. Ez pedig egy vákum, két működő cucc a közelítemeket felén tereli. Jó, akkor igazából a lényeg itt van, ez a duct, ez pedig a drain, a többit pedig tudjuk a Ion Controller és a facetet, azt le tudjuk craftolni, csak nem fogunk elférni. Innye. Ezt a dustot meg ezt a sandet, ezt szépen én el fogom pakolni, annyi, hogy ha van vizes hordónk, már pedig szerintem esetleg itt van. Mert már itt sincs, mert innen meg átszedtem, hogy which waterünk legyen. Állj, megint ezzel szórakozok, hogy helyet csináljak. Na. Jó, hát az iron ore-t belerakjuk, a tinnel mehet össze szerintem az iron, a copperral nem mehet az iron, úgyhogy ezt már nem tudjuk beledobni. Egy helyünk megint felszabadult, ezt a sandet meg a dustot meg szépen beledobáljuk ide, hogy dolgozzák fel ezek a kütyük. Ínye, na itt lesz a korlagunk, hogyha nem segítünk ezen. És már van is, úgyhogy ezt megállítom, amíg rendbe rakom. Oké, probléma egyelőre megoldva, akkor kezdjük el a HIO-en lekraftolását. Tehát akkor kell nekünk egy controller, kell egy duct, és kell egy drain, valamint egy facet. Ez nem így van. Na. Hát azt akkor megnézzük, mert én így emlékeztem a facet receptjére. Jó, hogy ezt... azt hiszem nem ebből a téglából kell. Az egyébként akkor szívás. De gyanítom, hogy igen. Mármint, hogy nem abból kell. De miért? Kellett ezt így megkutyolni. Igen, azt nem is mutatja külön. Mert hogy azt másik téglából kell, abból talán itt volt egy egész darab. Köszi szépen, hogy ezt nem engeded abból kraftolni. Remélem, hogy nem én voltam a béna is. Néztem be, hogy ezt hoppá, hogy mi volt, nem azon volt, jó. Itt sincs. Ez full ház. Itt sincs. És... itt is csak rendes tégla van. Na jó, akkor megint egy kis szünet, amíg csinálunk még kettő shared bricket. Na, az kell lesz nekünk agyag. Meg vagyunk. Azt mondja, hogy kész is. Jó, ha minden igaz, akkor a quest. Nem igaz, scores brick is kell. Itt a facet ez nem kellett. Viszont a brick az igen. Helyes. De nem fogjuk tudni megkapni a questre várdot. Csak nem szórunk ki cuccokat.
10 szendelike, arra létre, tint meg a négyre tudjuk együtt, nem engedi le? Jó. Kettővel több helyet, ez még mindig katasztrofális. Oké. Okay. Téglára szükségünk lesz egyébként. Mégis még élhetek is, hiszen egy szinten ott egy sima olvasztó kemencét is csinálok. Na, hát szerintem ennyire elég lesz a questre vált lepakolása. Ez az Invarex, ez valamihez én készítettem. Meg a machine frame-et, ez jó kérdés. Jaj, tudom, a Harvesterhez valami... igen, valami questes kütyű, amit végül szintén félbehagytam. Jó, ez megvan, és természetesen Shoulder Bricket választunk. Mintha nem lenne elég Grivelt szója, nem tudom, hogy akarom-e azt. Na, nem kell ez most. Jó. Oké, a szívet rakjuk ki. Revárt bagot megnézzük természetesen. Dráingrek, jó. Köszönjük szépen. Mert a többihez. És építsük meg a hájóvent. Végre erről szólt az egész. 3x3-as alap, ez biztos. Ez így nem lesz jó, fiúk. Ez így nem lesz jó. Süllyesszük bele. Legyen itt a közepén. Oké. Na. Igen, itt kell ezt majd a közepét kihagyni, de szükségünk lesz, hogy beépítjük a kontrollert, illetve a többi cuccot. Azt mondja, hogy egy drain is kell lesz. Ez is, és a high control. Oké. Okay. Nézzük bele a könyvbe, hogy tényleg mindent belerakjuk, ami szükséges. High-end kontrollerünk lesz. Shores brickünk is lesz. Drains. Ducks és facet. Jó. Akkor kezdjünk egy kontrollerrel. Legyen itt a leeresztőnk. És akkor mindenig az ezt tudjuk rárakni, szuper. Ez érdekes, hogy nem lehet ugyanabból az anyagból, nem baj. Ezen ne problémázunk. És azt hiszem 4 magas a legalacsonyabb. Itt ezt a részt külön kell hagyni. Batek vagy mamur. Mert hogy a megoldás nagyon egyszerű. És mind olyan nagyszerű. Égni. Na. Kell nekünk még egy ilyen. De akkor még egy emelet magasat kell, úgyhogy akkor egyszerűbb ezt ennek kinyitjuk. Odarakjuk innen, mondom innen, ezt nem lehet átforgatni? Persze, hogy nem. I haven't that. Ja. Így. És akkor elméletileg 3 magas lenne a legkisebb, nem biztos. Ott kell egyet üresen hagyni. Nincs több téglánk? De hogy nincs. Tudom még pontosan mennyi kell magam az összeset elhasználni a téglákból, esetleg szükség van még valami cuccra hozzá. Na szóval, így már működik.
Nem igazán egyébként. Na nézzük ezt a könyvecskét. Pedig 3x3x3. Ja igen, kell neki vörös kölyjel. Oké. Okay. Akkor ennyi lesz itt csak a gond. Kap egy kart. Persze, hogy nincs nálunk ő. Most segítünk. Na hát igazából ez fogalmam sincs, hogy hova érdemes tenni. Ez controller, source drain, és akkor ide pakoljuk be, amiket. Hát, hogy őszinte legyek, én néztem róla egy YouTube videót, hogy hogy is kell ezt beüzemelni. De valahogy ez nem így volt. Tehát igazából ide kellene akkor faszenet raktunk elméletileg. Ide pedig megy be akkor a vas. És hova rakom az oxidálót meg ilyeneket? Akkor mégis építsünk rá inkább egy emeletet még? Ezt mondjuk. És akkor az úgy jó lesz. Ez egy jó kérdés. És nem tudom, hogy a közepét azt... igen. Lehet, hogy itt ezt is sülesen kell még hagyni. Na. Na mondom, igen, csak azért zavar az egész, mert így viszont már nem értem a működését. Mert hogy ezek a részek megvannak. Light a smeltery high one function is liquid tank. It is covered with multi-metals, mixing materials, is okay. Well, oxidizer, reducer, purifiers, okay. The high one can be small, three blocks high. Igen. Tehát 3 a legkisebb magassága és 8 a legnagyobb. Each layer between the top and bottom layers, more space will be available to cook items within. És nagyobb hőmérséklet is lehet elérni, hogyha magasabb. Can be small as 3 blocks high or as high as 8 for each layer between the top button is more space available. Okay. Tehát 3x3-as beddel kezdünk, source brickkel. Continue laying brick in similar fashion of what, but leave the center hollow. Tehát középen haladunk, igen. Cap it off with one additional 3x3 layer. Jó, ez így jól csináltuk. Just like a bottom. Tehát felsőt is le kell teljesen zárni, ez egyértelmű. Középen, viszont középen hagyni kell egy lyukat. Nincs magassági limitje. De 8 a maximum, amivel megnöveli a kapacitását. És akkor azt mondja, hogy a kontrollert valahol középre rakjuk. Egy middle layer. Aha, és én szélsőnek raktam. A place drains anywhere. Oké, a drains anywhere. A controller must have an active redstone signal to burn fuel. Simply placing lever anywhere the next or on the controller will the trick. Jó. Charcoal or other specialized purified fuels.
Szóval minden igaz, akkor az egyik gond az, hogy a kontrollernek középen kell lenni, és annak kell a kontrollernek ereszton jelet adni. Úgyhogy ha innen lebontjuk a dolgokat, a többi már mindegy, hogy hova kerül. De jó, Hover, hogy te ott maradtál, nem baj. Szerünk. Oké. Tehát a kontrollert is be kell rakni. Az alsó és a felső szinten kell teljesen innen lenni, a középét üresen hagyni. Ezt is tudjuk most már. Akkor nem ide mellé rakjuk a leeresztőt, hanem mondjuk a belső oldalra. Macerásabb lesz hozzáférni. Vagy a kontrollert rakjuk oda, és akkor ide meg a leeresztőt. Na, ez egy másik jó ötlet. Azt mondja, hogy ezt ide. Rá a kis kütyüt. Oké, és akkor kontrollert meg ide rakjuk, és adunk neki egy reston jelet. Jó. Controller. És alá kap egy reston jelet. Jó. Így már ez, ami hiányzott, ez is megvan. Tehát egyértelműen akkor ide rakjuk be az oxidizer, purifier, mit tudom, micsodánkat, ide a szenet, és akkor ide a vasat. Jó, ez így már oké lesz. Ez így már működőképes cucc. Ide pedig ki fogja önteni nekünk, ha van hova. Tehát akkor valószínűleg ezt átrakjuk, ezt a bézint. Ide. Jó, majd csinálunk egy másikat, mert van miből, de most ez itt van kéznél. Ezt most még úgy sem üzemeltük be, ezt az olvasztót. Jó, akkor amire szükségünk van, vöröskő, homok és gunpowder. Mindegyikből, mint a szemét, annyi van. Kivéve a vöröskövet, azért a szemét számra az nincsen. Szendünk az lesz pár. Egy kis iron ingot. Közben, hogy legyen még több iron ingot. Ezt lökjük le, mint a szél. És gunpowder. Az is lesz. Valahol. Gunpowder. Ez leader. Itt a gunpowder. Jó. A sorrend, ez nem tudom, hogy számít-e. Én úgy emlékszem, hogy igen, hiszen úgy jön sorba. De nézzük is meg. Na. Szenet nem hoztunk magunkkal, de mindjárt azt is kerítünk. Tehát itt van... Nem, ez az. Ez az, igen. Tehát akkor a felülre kerül a gunpowder, vöröskő. Oké. Hol van a kontrollerünk? Akkor ide jön a gunpowder, itt a vöröskő, ide a sand, ide pedig jönnek az alapanyagok, és akkor amire szükségünk lesz, az valamilyen üzemanyag, sima vagy kőszén, faszén, bocsánat, tehát kőszén vagy faszén. Nem ez kell nekünk. Szenetem is égettünk most, csak ilyen hülye téglákat. Na, hát mindegy, ezt is lenyúljuk. Nincsen. Ez sima szenet, nem tudjuk kutyolni, ez is sima szén, mondjuk abból van több. Akkor lehet, hogy itt is kell lenni bőven még sima szénnek, bizony. Ez megint kezdte lenni, ez valami hihetetlen. Ki meg hülyén rendezi. Na, akkor megkapja az üzemanyagot. És... A sima szín az valami nem tetszik neki. Ugye? Hiszen ez be van kapcsolva, akkor nézzük, akkor lehet, hogy jól értelmeztem, és csak faszén bizony. A sima szín az nem jó neki, és kezd emelkedni a hőmérséklet. Ha eléri azt a hőfokot, ami az olvadás pontja a vasnak, akkor elkezdi majd termelni nekünk szépen az acélt. És azt tudjuk 9 ingotonként ide, és akkor azt mondom, illetve igen, csinálunk egy steel blokkot belőle, és utána egy ingotot. Jó. Ez akkor működésre bíródott, viszont faszenet kell ezt készítenünk. Az pedig fára lesz szükségünk. Meg egy kis kajára. Mert hungry írja nekünk. Meg igazából lassan az epizódot is szárni kell lesz.
Az, hogy én itt fát, faszenet készítek, az amúgy sem túl izgalmas, hiszen csak be kell rakni a kemencét és kisütni. A lombokkal meg most nem is nagyon akarok foglalkozni. Jelen pillanatban ott a kis földes részünk még mindig nincs teljesen befejezve egyébként. Srácok, én búcsúzom. Ezt az epizódot ezzel zártuk, tehát elkészítettük a hájóvent, innentől kezdve tudunk acélt készíteni. A következő részben mit találok még ki? Majd valószínűleg ránézek a questekre, és haladunk sorban. Sziasztok, Amur voltam!